A Tücsök lakodalom című rajzpályázat legjobbjait is díjazták a 15. Kukorica Fesztiválon. A pályázatra 105 alkotás érkezett be. A magyar kanizsai Tomin Filip munkája a legjobbak között szerepelt. Mi szerepel a rajzodon? A házasodik a tücsök. És szereted ezt a dalt? Igen. És ki biztatott arra, hogy rajzold ezt le? Én találtam ki, hogy a nagy papírra rajzoljam. A pályamunkák mellett hangszerkiállítást is láthattak a fesztiválra érkezők. A megnyitó után pedig hangszerbemutatót tartottak a gyermekeknek. Micsik Béla népzenész a kezdetek óta jár a Kukorica Fesztiválra. Bemutattam két dorombot, egy bambuszdorombot, egy acéldorombot, két cserépsípot, az egyik a körtamuzsika és az okarina. A járványhelyzet miatt idén a néptáncos előadások elmaradtak. A szervezők két napra osztották fel a népzenei koncerteket. Így Bakos Árpád most az idén a leányával jött, Micsik Béla tekerőn fog muzsikálni, Héző Zsolt és Flaman István citeráznak, a Bodros zenekar, akik a Páván voltak, adai tamburás gyerekek, és a Duhaj banda Szabadkáról. Az ismert együttesek mellett egy leánykar is fellépett, valamint bemutatkozott még egy a nyáron alakult új vonós zenekar is. A Kukorica Fesztivál rendezvényeire díjtalan a belépő, de előzetes helyfoglaláshoz kötött.